Nőhet a kereslet, a magyarországi almásokat az uniós átlagnál valamivel kisebb aszály és fagykárok érték, ezért a magyar étkezési és ipari alma iránt megnőhet az érdeklődés külföldön is. Pénzhamisítók. Csak nem 1 millió forint értékű hamis pénzt foglaltak le a rendőrök egy 29 éves Fényes Litkei nőtől és élettársától. Megszűnő szolgáltatás. 800 ezer SIM-kártyát kapcsoltak le a hálózatról a mobil szolgáltatók. Ennyi esetben nem történt adategyeztetés idén június 30-áig. Az almatermesztőket idén nagyobb kereslet és magasabb termelői árak várhatják a piacon. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A magyarországi almásokat az uniós átlagnál valamivel kisebb aszály és fagykárok érték, ezért a magyar étkezés és ipari alma iránt megnőhet az érdeklődés külföldön is. Ugyanakkor mind az ültetvényszerkezetben, mind pedig a technológiában jelentős fejlesztésre van szükség, hogy a magyar alma versenyképes legyen Magyarországon és Európában egyaránt. Más szedik az almát Nagykállóban. Jelenleg a gála alma betakarítása folyik. Augusztus közepe óta tart az alma szezon, de a nagy szüret még most kezdődött, és várhatóan októberig folyamatosan tart. Ebben a gazdaságban 110 hektáron foglalkoznak almatermesztéssel. Itt jónak ígérkezik az idei termés, a tavaszi fagy nem okozott akkora károkat, mint Európa más részein. Ennek köszönhetően ebben az évben a magyar alma iránt megnőhet a kereslet akár külföldön is, és jobb árak várhatják a termelőket. Ugyanakkor ez megtévesztő lehet, és csak ideiglenesen tudja háttérbe szorítani azokat az évek óta fennálló problémákat, aminek következtében többek között a lengyel alma is egyre nagyobb teret nyer Európában, és már a hazai piacra is veszélyt jelent. Lehet, hogy nem is ebben az évben lesz ez a problémélés, hanem ez a korábbi évben megkezdődött, és ez általános lesz, és ugye nem csak Magyarországra, hanem gyakorlatilag egész Európára, és ugye főként azokra az országokra, ahol semmiféle úgynevezett puha piacvédelem nem létezik, amikor egy esetleg másodleg levő dömping megjelenik, esetleg úgy is, hogy még támogatják is ezt burkoltan, akkor ez ellen, ha nem lépünk fel, akkor ez már látszik, hogy komoly veszélyeket fog hordozni. A termelő azt is kiemelte, ők mind technológiában, mind gazdasági szemléletben próbálják tartani a lépést a külföldi, jól működő gazdaságokkal. Szerinte ez azonban Magyarországon nem általános jelenség. A hazai fajta és ültetvényszerkezet 25 éve gyakorlatilag csak minimálisan változott, csupán az ültetvények negyede mondható korszerűnek. Ugyanakkor a munkaerőhiány is hátráltatja az ágazat eredményes működését, aminek a megoldását számos termelő a közfoglalkoztatási rendszer átalakításában látja. Egy javaslat lehetne az is, hogy felfüggeszteni a betakarítási időszakra a közmunkát, vagy az is lehetne, volt olyan javaslatunk a kamarán keresztül, hogy abban a 2014-ben, ha elkezdtük a magyar versenyszférába, 30 napot el kell tölteni mindenkinek ahhoz, hogy jogosultságot szerezzen a következő évi szociális ellátás vagy közmunkaprogramban való részvételre, és minden évben hozzá 30 napot, és a 90 napot már mindenki eltölteni a versenyszférába, akkor ez a probléma olyan szinten megoldódna, hogy a betakarítási időszakban rendelkezésre állna, mert mindenki igyekezne ezt a 90 napot begyűjteni, illetve a közfoglalkoztatásban ráfordított összeg 57 milliárddal kerülne kevesebb az ország számára. Az Európai Unióban Magyarország a hetedik legnagyobb almatermő területtel rendelkezik. Az almások több mint kétharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Idén mintegy 550 ezer tonna alma várható hazánkban, melyből közel 200 ezer tonna az étkezési. A magyar fogyasztók körében hagyományosan a legnépszerűbb fajta a gála, a golden, a jonagold, az idared és a jonatán. Pénzhamisítókat fogtak el a rendőrök Baktalóránt házán, a gyanúsítottak otthonukban nyomtatták a bankjegyeket. Csaknem 1 millió forint értékű hamis pénzt foglaltak le a rendőrök a 29 éves Fényes Litkei nőtől és élettársától, akik főként boltokban, kocsmákban próbáltak megfizetni a hamis bankjegyekkel. A gyanúsítottak otthonukban hamis magyar bankjegyeket készítettek. A leutánzott pénzzel a nő 2017. augusztus 18-án először egy Lövőpetri élelmiszer üzletben fizetett, majd átmentek egy nyírlövői boltba, ahol az eladónő azonnal észrevette, hogy az átadott 20 ezer forintos bankjegy nem valódi. Közölte a gyanúsítottal, hogy értesíti a rendőrséget, aki kikapta az eladó kezéből a hamis pénzt, majd futva távozott a helyszínről.
Az eladó hölgy felírta a gyanúsított rendszámát, így a rendőrök a bejelentést követően a feltételezett tetteseket Bakta Lóránt házán hamarosan elfogták, majd a kisvárdai rendőrkapitányságra előállították. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak Fényes Litkei otthonukban forgalomba hozatal céljából különböző címletekben hamis magyar bankjegyeket készítettek. A rendőrök a feltételezett tetteseket Bakta Lóránt házán elfogták, majd előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A férfi és a nő beismerő vallomást tettek. Elmondásuk szerint az elmúlt héten több településen jártak, főként boltokban vagy kocsmákban próbáltak meg fizetni a hamis bankjegyekkel. A nyomozók a gyanúsítottaktól különböző címletekben közel 1 millió forint értékű hamis pénzt foglaltak le. A kisvárdai rendőrkapitányság munkatársai a nőt és a férfit őrizetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatásukat. 800 ezer SIM-kártyát kapcsoltak le a hálózatról a mobil szolgáltatók. Ennyi esetben nem történt adategyeztetés idén június 30-áig. Az országgyűlés tavaly évvégi döntése alapján nemzetbiztonsági okokból volt szükség a személyazonosság igazolására minden kártya esetében. Egy magánszemély maximum 10 SIM-kártyát, egy üzleti személy pedig 50-et használhat a jövőben. Az országgyűlés tavaly évvégi döntése alapján 2019. január 1-e után már a szerződéskötésnél kötelező az adategyeztetés. A korábbi ügyfelek pedig idén június 30-áig kereshették fel a szolgáltatókat. Ezt az ügyfelek megtehették személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Az elmúlt hónapokban sok ügyfél teljesítette az egyeztetést még határidőn belül. A folyamatban mintegy 4,2 millió SIM-kártya volt érintett, és ebből 3,4 millió kártya esetében sikerült a regisztráció, teljesült sikeresen, tehát azt jelenti, hogy körülbelül 800 ezer kártyát kellett lekapcsolni. A törvényi indoklás szerint Magyarország nemzetbiztonsági, bűnöldözési és bűnmegelőzési érdekei miatt volt szükség az adategyeztetésre. A személyazonosságot igazoló ellenőrzést ezentúl minden évben meg kell majd ismételni. A SIM-vásárlás és feltöltés feltételei nem változnak, azonban darabszámban korlátozzák használatukat. Ezentúl egy magánszemélynek 10, üzleti személynek pedig 50 kártyája lehet. Azoknak az ügyfeleknek sem kell azonban aggódni, akik most lemaradtak a határidőn belüli adategyeztetésről. Nincsen jogi akadálya annak, hogy a határidő lejártát követően ezek az előfizetők, akik lekésték a határidőt, azok visszakaphassák a hívószámukat, sok esetben még akár az egyenlegüket is. A szolgáltatók azt jelezték, hogy ők erre nyitottak, és erre alakítottak ki folyamatokat. A folyamatok pontos részleteit azt mindenki a szolgáltatójától kell, hogy megkérdezze, vagy a honlapjukon tájékozódni. A lényeg az, hogy van-e lehetőség a határidő lejárta után is mind a hívószámnak, mind az egyenlegnek a megtartására, de fontos hangsúlyoznom azt, hogy ez már csak új szerződés megkötésével realizálódhat formailag. Fontos tudni, hogy egyik szolgáltató sem keresi fel az ügyfeleket, ha valaki bizonytalan a megkeresés valódiságával kapcsolatban, annak azt tanácsolja az NMHH, hogy vegye fel a kapcsolatot mobil szolgáltatójával. A Nyíregyházi járásbíróság nyomozási bírája felfegyverkezve elkövetett rablás büntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban elrendelte SM előzetes letartóztatását. A 19 éves gyanúsított augusztus 18-án Vasmegyerben együtt italozott férfi ismerősével annak házában. Kis idő elteltével a gyanúsított a sértettől pénzt követelt, aki közölte, hogy nem tud neki adni. Erre SM elővett a sértett nyári konyájából egy törszerűkést, és azt az idős férfi nyakához szorítva a pénz átadását követelte tőle. Mivel a sértett továbbra sem adott neki pénzt, őt folytogatni kezdte, csípőn rúgta, ököllel többször fejen ütötte. Az ütésektől a férfi összeesett és eszméletét vesztette. A bántalmazás eredményeként a férfi csípőcsonttörést szenvedett. A gyanúsított ezután átkutatta a lakást, és 15 ezer forint készpénzzel elmenekült a helyszínről. A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől megalapozottan lehet tartani. A gyanúsított szabadlábra helyezése esetén a tanúk megfélemlítésével a bizonyítás további menetét megnehezítené, illetve további bűncselekményeket követne. A végzés nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelenthet be. Lovas bandériumok felvonulásával, díszmenettel és katonazenekari koncerttel is várják a közönséget a jubileumi 15. nyíregyházi huszár találkozón. A részletekről hamarosan szólunk, de előtte nézzük a híradó további témáit.
A felkészülés negyedik hetében jár a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese csütörtökön a Vasas ellen játsza első edzőmeccsét, majd jövő kedden a Tiszaújváros ellen hazai környezetben lépnek pályára a Nagy Krisztiánék, szeptember elején pedig egy miskolci tornán vesznek részt a Kékcápák. 40. azon belül 27. NB-s idényére készül a Kölcsei DS-e. A Hadobás István által irányított együttes a héten Gyulaházán edzőtáborozik, ahol 3 felkészülési meccset is játszik a csapat. A Kölcsei szeptember közepén Tiszaújvárosban kezdi el bajnoki szereplését. Lovas bandériumok felvonulásával, díszmenettel és katonazenekari koncerttel, illetve a Huszár emlékkertben megemlékezéssel várják a közönséget a jubileumi 15. nyíregyházi Huszár találkozón szombaton és vasárnap. A jeles évforduló alkalmából újra kiadják a fotókkal illusztrált első Huszár könyvet, és emlékérem örökíti meg az utókornak az idén 20 éves Huszár szobrot is. A huszár a 15. században Magyarországon kialakult könnyű lovassági fegyvernem katonája. A könnyű fegyverzetű huszároknak sajátos harcmodora volt, a pajzsosok alkotta biztonsági gyűrűből kitörve elsőként csaptak rá az ellenségre. A nagyobb ellenséges erő elől kitértek, amint azonban a támadásra újból kedvezővé vált a pillanat, lovaikkal ismét előre törtek. Történetük szempontjából az 1848-49-es magyar szabadságharc volt a meghatározó, de az első és második világháborúban egyaránt harcoltak a frontokon magyar és azon belül nyíregyházi huszárezredek. Megemlékezünk a nyíregyházi huszárokra, megemlékezünk arra a fegyvernemre, amelyet ugye a legmagyarabb fegyvernemnek nevezünk, amelyik fegyvernem ez év nyarától a hungarikumok sorába került, és mivel a nyíregyházi huszárokra is emlékezünk, meg kell emlékeznünk tulajdonképpen az őseinkre. Most hát már nehéz helyzetben vagyunk, hiszen lassan már nincsen élő huszár, csak leszármazottak. Tehát azt is szeretnénk ezzel az emlékezéssel, hogy átplántálni azt a fajta huszár szellemet, amelyet megtapasztaltunk az ősöknél, a bajtársiasságot, az önfeláldozást, a kitartást, az erőt, átplántálni a fiatal generációba, az unokákba, a dédunokákba, hogy ezt is vigyék magukkal, és ha ennek birtokában vannak, akkor valószínűleg másképp szemlélik a mai világot, másképp állnak a kihívások elé, másképp állnak a nehézségek elé. A nyíregyházi huszár találkozót 2 évente szervezik meg. Az első 1991-ben megtartott eseményen még 300 huszár találkozott egymással, számuk mára azonban nagyon megfogyatkozott. Róluk emlékeznek meg a szombati ünnepség résztvevői az Országzászló téren és a József András Múzeumnál, amely intézmény ezen a napon 2 rendezvénynek is helyet biztosít. Az egyik 15 éves a Magyar Huszár Találkozó, aminek minden páratlan évében Nyíregyháza szokott otthont biztosítani, úgyhogy örülünk neki, hogy a 15. évfordulóra ismételten, tehát itt lesz most Nyíregyházán ez a találkozó, de egyúttal a Huszár Szobor 20 éves fennállását is ünnepeljük. Tehát dupla ünnep ez számunkra, és ugyanezen a napon még a huszár találkozó résztvevői is eljönnek majd, ami 2 órakor nyílik, ez a Fejedelmeink mesés kincsei című kiállítás. Az esemény másik apropója, hogy 25 éve alakult meg a Magyar Huszár és Katonai Hagyomány Őrző Szövetség. A szervezet alelnöke elmondta, a szövetség honvédelmi eszmére nevelésben, a huszár szellem átadásában és a hazaszeretet kifejezésében tölt be fontos szerepet. Fel tudunk mutatni egy nagyon szép és érdekes kaleidoszkópot, egy palettát a magyar katonai vitézségről. A mi történelmünk talán sajnos mondhatom azt, hiszen millió hőst veszítettünk el, rendkívül gazdag. Ha olyan jó filmiparunk lenne, mint az Egyesült Államoknak, a Hazafihoz vagy a Rettenthetetlenhez hasonló filmekből, akár minden hónapra tudnánk egy premiért datálni, mert hősből volt annyi a mi történelmünkben. Az 50 lovas huszárból álló díszmenet szombat délelőtt indul az Országzászló térről a helyőrségi zenekar kíséretében. Délután a múzeum faluban folytatódik a program, műsorral készülnek a hagyományőrzők, de lesz honvédségi és tűzoltósági bemutató is, vasárnap pedig a huszár emlékkertben lesz koszorúzás. A jeles évforduló alkalmából újra kiadják a fotókkal illusztrált első huszár könyvet, valamint emlékérem örökíti meg az utókornak az idén 20 éves huszárszobrot.
A felkészülés negyedik hetében jár a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese csütörtökön a Vasas ellen játsza első edzőmeccsét, majd jövő kedden a Tiszaújváros ellen hazai környezetben lépnek pályára Nagy Krisztiánék. Szeptember elején pedig egy miskolci tornán vesznek részt a Kék Cápák. Ahogyan telnek a felkészülés napjai, úgy alakul át a munka miensége a Kék Cápáknál. Induláskor még a konditerem volt a fő helyszín, most viszont már a parketre és a labdás edzésekre helyeződött át a hangsúly. A keretből a tájvani univerziádén szereplő Bucsi Iván hiányzik, a magyar válogatott eddig a szerbektől és a hazaiaktól is vereséget szenvedett, a többiek viszont egészségesek, így a terveknek megfelelően halad a munka. Siska János edző szerint jobban állnak, mint egy évvel korábban. Úgy gondolom, hogy előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor tartottunk. Az első három hétben inkább az erőfejlesztésen volt a hangsúly, most már azért kezdünk a taktikai részeket elővenni, illetve gyakorolni. Mivel csütörtökön edzőmeccsünk van, ugye oda már azért teljes taktika kellene. Nyilván nem erre a mérkőzésre készülünk, de szeretnénk azért jól teljesíteni. Nem kell újra tanulni a taktikai elemeket, illetve a figurákat. Egyedül az a két ember, aki nem volt itt tavaly, nekik kell megtanulniuk, azon kívül mindenki tudja a taktikánkat. Nyilván lesznek új elemek is benne, ezeket még gyakorolni kell, de még van a kezdésig, ugye a bajnokság kezdetéig ugye ezzel a héttel 4 hét, úgyhogy van még időnk gyakorolni. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a tavalyi jó szereplésben az is szerepet játszott, hogy nem csak a pályán, hanem azon kívül is egységes volt a csapat. Erre az erőre az előttünk álló szezonban is építhetnek a Cápák. Hála Istennek ez idén sem változott. Úgy érzem, hogy Zoli érkezésével még kaptunk még egy mókamestert, és nagyon jó a hangulat a csapatban, de kellő komolysággal veszük az edzéseket. Mind a mellett el lehet csattan egy-egy poén, úgyhogy nem panaszkodom. A Kék Cápák csütörtökön Debrecenben a Vasas ellen játsszák első edzőmeccsüket. Jövő kedden a Tiszaújváros érkezik Nyíregyházára, majd Nagy Krisztiánik visszaadják a látogatást. Szeptember elején pedig egy miskolci tornára utazik Siska János együttese. 40. azon belül 27. NB-s idényére készül a Kölcsei DS-e. A Hadobás István által irányított együttes a héten Gyulaházán edzőtáborozik, ahol 3 felkészülési meccset is játszik a csapat. A Kölcsei szeptember közepén Tiszaújvárosban kezdi el bajnoki szereplését. Július végén egyéni edzéstervek alapján kezdték el a felkészülést a Kölcsei játékosai, aztán már Hadovás István vezényletével kezdtek dolgozni a játékosok. Hétfőn bentlakásos edzőtáborba Gyulaházára utazott a keret, az edzőtábor végén pedig a hagyományos strandkézilabda tornáját rendezi meg a diákcsapat. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek változások a csapatnál. Közel 30 fővel dolgozunk, a ifjúsági és a felnőtt csapatunk, nyilván átfedések vannak, nagyon sokan az ifjúsági korú a versenyzőink közül játszanak már a felnőttbe is, mint ez köztudott a Kölcseiről. Sajnos lesz egy-két változás, ugyan most még itt van Katona Krisztina, de remek átlövőnk, nagy valószínűséggel egy fél évet ki fog hagyni, mert tanulmányi elfoglaltsága nem teszi lehetővé semmiképpen a közös munkát, de ez csak pár hónap vagy maximum egy fél év kihagyás lehet. Vitányi Anna Mária egészségügyi problémák miatt most sajnos egy szív probléma miatt ki kell, hogy szálljon átmenetileg, és hát remélem, hogy Tilki Andi, aki most is itt van velünk, gyorsan fog gyógyulni, majd jövő héten veszik ki a műtött kezéből a rögzítő lemezeket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ő hamar gyógyul majd. A többiek helye közel megvannak, illetve 8-os egy-két újonc gyerek is csatlakozik majd a keretünkhöz. A Kölcsei DS-e és Hadovás István neve egybefort az elmúlt 40 évben. A szakember elmondása szerint 4 évtized után is motiváltan várja az edzések kezdetét. Nagyon komolyan mondom, nagyon szívesen, nagy örömmel jövök minden edzésre. Egyrészt sikerült egy olyan légkört kialakítani, hogy a lányok is szívesen jönnek és igénylik a sok munkát. És egyfajta megújulás minden évben, hogy újjá kell építeni a csapatot, új kihívások vannak, és hát ez egy ember próbáló feladat, főleg így, hogy egyedül csinálom a felnőttet, junior, DS-e, elnöki, technikai vezetői, menedzseri, és a többi minden szerepet, úgyhogy nagyon szép munka, és őszintén soha nem gondoltam arra, hogy abba hagyjam, és őszintén addig fogom csinálni, amíg örömet lelem a munkába, és egyelőre hál' Istennek ez így van. A Kölcsei a Gyulaházi edzőtáborban 3 felkészülési meccset is játszik, emellett egy saját torna szervezésén is dolgozik Hadobás István. A bajnokság szeptember 17-én Tiszaújvárosban kezdődik a Kölcsei DS-e számára.
Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a Winston Salem-i keménypályás versenyen. A nyíregyházi teniszező a 749 000 dollár özdíjazású tornán a lett Ernest Gulbist verte 7-6-6-2-re. Fucsovics a második fordulóban a 17. helyen kiemelt portugál João Sousa ellen lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az almatermesztőket idén nagyobb kereslet és magasabb termelői árak várhatják a piacon. A magyarországi almásokat az uniós átlagnál valamivel kisebb aszály és fagykárok érték, ezért a magyar étkezés és ipari alma iránt megnőhet az érdeklődés külföldön is. Ugyanakkor mind az ültetvényszerkezetben, mind pedig a technológiában jelentős fejlesztésre van szükség, hogy a magyar alma versenyképes legyen Magyarországon és Európában egyaránt. Pénzhamisítókat fogtak el a rendőrök Baktalóránt házán, a gyanúsítottak otthonukban nyomtatták a bankjegyeket, csak nem 1 millió forint értékű hamis pénzt foglaltak rá a rendőrök a 29 éves Fényes Litkei nőtől és élettársától, akik főként boltokban, kocsmákban próbáltak meg fizetni a hamis bankjegyekkel. 800 000 SIM-kártyát kapcsoltak le a hálózatról a mobilszolgáltatók, ennyi esetben nem történt adategyeztetés idén június 30-áig. Az országgyűlés tavaly év végi döntése alapján nemzetbiztonsági okokból volt szükség a személyazonosság igazolására minden kártya esetében. Egy magánszemély maximum 10 SIM-kártyát, egy üzleti személy pedig 50-et használhat a jövőben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 22-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap nagy része napos időre számíthatunk, légköri front nem éri el a Kárpát-medencét, többnyire alacsony nedvességtartalmú, de még viszonylag hűvös levegő áramlik térségünk fölé, észak-nyugat felől. Az éjszaka első felében még többnyire erősen felhős lesz az ég, és zápor, kis eséllyel, zivatar is előfordulhat, majd csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Az észak-nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, néhol futó zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél átmenetileg megélénkül, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, a gomoly felhőkből inkább csak pénteken fordulhat elő egy-egy zápor. Jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégén már országszerte kánikula, hőség várható.